Szeretessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, évközi 23. vasárnapon úgy gondoltam, hogy emlékedés gyanánt az olvasmányból, Izajás proféta felolvasott könyvéből ezt az első néhány mondatot tudnám egy kicsit a lelkünk elé tárni, ami így szól. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek! Hát gondoljunk bele, testvérek, a mai ember annyi mindentől tud félni, annyi mindentől meg lehet ijedni. Hány meg hány ember hónap végén félve nyitja ki a pénztárcáját? Hány meg hány ember olyan félve, aggódva gondol a holnapra? Lesz-e holnap elég? Jut-e a gyerekeimnek? Hány meg hány ember meggondolja, amikor gyermeket vállal, megéri vállalni? Fel tudom nevelni azt a gyereket? Vajon lesz ahhoz nekem elég pénzem? Lesz ahhoz nekem elég időm, hogy abból a gyermekből embert faragjak? Hány meg hány ember fél meg retteg a körötte lévő dolgoktól? Emlékszem, a szemináriumban volt egy évfolyam társam, egy évig jártunk, mert utána ő ott hagyta a szemináriumot, nincs abban semmi baj. Bejött egyik nap hozzám. Gyere, gyere, Úristen, gyere! Mondom, mi a baj? Gyere már, nem látod? Hát megyek vele, megyek be a szobájába. Ő be se lép az ajtón, csak mutogat befele. Nézd! Mondom, mit nézzek? Nézek körbe a szobába, jobbra is, balra, hát nincs itt semmi. Nem látod fönn? Nézek fönn, mi van? Ott a sarokban? Mi van a sarokban? Hát itt pók volt a sarokban. Hát kiderült a fiúról, hogy arachnofóbiás, pókiszonyos. És még az ilyen pici kis körömnyi póktól is úgy fél, hogy be sem mehet menni a szobába. És bizony elmesélte, hogy hát ő, hát bizony néha úgy megy végig a folyosón, hogy lesi a sarkokat. Hol van egy pók? Mert, hát ez volt az ő félelme, félt a pókoktól. Megvallom őszintén, tegnap első pénteken, utána kell számolnom a napoknak, első pénteken mentem az egyik nénihez, és hát én tudom jól, hogy hát van ott két kutya, ilyen kisebb kis padló cirkálók, és az egyik a szabadon van, az a Maci, meg van az anyja, de az meg van kötve. És hát ugye van két bejárat, van az első bejárat, ahol be szoktam menni általában, meg van a hátsó bejárat, ahol ők úgy járkálnak ki a kertbe ide-oda. Na a hátsó bejárat mellett van kikötve a másik kutya. Na de hát hogy nem hiába van megkötve, hiába kicsi, kis vadállat. És bizony, a Mamika hátulról jött előre, ugye első péntek tiszteletére, ismerem jól, és hát jött, hogy tessék jönni erre hátra, tisztelendő úr. Hát én mondtam, hogy hát én nem megyek. Ott az azért. Én nem megyek, engem megharap a kutya, leszedje a reverendámat, hogy fogok kinézni. Jaj, tisztelendő úr, ne tessék, hogy nem harapja meg. Nem mertem bevenni, Isten látja a bűnös lelkemet. Mondtam Mamikának, itt kint imádkozzunk. Mamikám, bocsássa meg nekem a jó Isten, de mondom, itt ugyanúgy meg tudom áldoztatni, itt kint szépen a padon, mint ahogy benn meg tudnám áldoztatni. Hát akkor imádkozunk itt kint, tisztelendő, ha ennyire betetszik lenni tojva. Így mondta ezzel a szívét. Hát most van úgy, hogy az ember megijed. Tényleg, van bennünk félelem. Hogy ne lenne bennünk félelem? Egy olyan világban kell élnünk, ahol úgy tűnik, hogy minden omladozik össze. Nézzük meg. Pénzügyi problémák. Vagy földrengések. Háborúk mindenfelé. Ugye most ez a közel-keleti helyzet ott Iránnal kapcsolatban. Vagy nem is tudom, melyik országot mondhatnám tán, ahol bizony nem egyszerű a helyzet. Vagy az ember csak úgy belegondol a saját országába, a saját hazámba. Hogy bizony itt is a rosszal, a hibával, a gyengeséggel találkozom. Hogy bizony sokszor nem olyan törvényeket hoznak, vagy nem úgy szólnak. Vagy a szomszédom, csak az utcán beli, hogy bizony van kivel összeveszni. Bizony van min morogni, van mitől félni. Hogy fog hozzám szólni legközelebb? Testvérek, mindig van mitől félni. Mindig volna mitől megijedni. És bizony a sátán olyan ügyesen, maga kis egyszerű módszereivel, olyan trükkösen belénk tudja csöpögtetni a félelmet. Percről percre, kapcsolják be a híradót. Lelőtték, megkéselték, elütötték, otthagyták. Elkésett a mentő, meghalt a gyerek, felakasztotta magát. Olyat alig lehet hallani, hogy boldog, él, házas, felnőtt, meggyógyult. Alig van ilyen. Egy-kettő. Az emberbe állandóan, mintha még a tévé is ezt csöpögtetné bele, hogy te félj,
Te retteg, te idegeskedj, te morogj, te nem is tudom, bújj be a sarokba, és örülj annak, hogy még van 20 forintod. És testvérek, szomorú dolog, hogy a keresztény ember is bizony átadja magát a félelemnek. Átadja magát ennek a gyengeségnek, hogy megijedek ettől a világtól, megijedek attól, ami itt van. Olyan érdekes volt a jó múltkorában a Facebookon olvastam egy ilyen bölcs mondást, így szólt, hogy sokan elhiszik, hogy nekik lelkük van. Nem igaz, mert a lelkem én vagyok. Nekem testem van. Testvérek, ha belegondolunk, valóban, itt a földön egy darabig vagyunk. 50, 60, 80 évig. Kinek mennyit ad a Jóisten? Nem mi döntjük el, hála jött a Jóistennek, de nem mi döntjük el, hogy meddig maradjunk. De eljön az idő, amikor lerakjuk ezt a földi dolgokat, mindent, ami itt a földhöz tartozott, mi itt hátra hagyjuk, lepakoljuk, ez már nem az enyém, ez már engem nem érdekel, és megyünk tovább. Mint a kalitkából a kismadár, kinyílik az ajtó, és végre röpülhet az a kismadár. Testvérek, a keresztény embernek ez az egyik legnagyobb ereje, hogy hisszük és valljuk, hogy eljön majd az idő, mikor megállunk az Isten előtt. És az Isten mindenkit meg fog ítélni, tettei szerint, hogy jó ember volt, vagy rossz ember volt. És egy keresztény embernek én hiszem, hogy ez erőt kell, hogy adjon. Hogy azt tudja mondani, hogy ami itt a földön van, amitől én megijedhetek, amitől én félhetek, az mind törik. Az mind darabokba hullva marad a porban. Az mind itt marad. Én nem. Mert én megyek. Mi megyünk tovább, mert ez nem a mi helyünk. Olyan megdöbbentő volt a számomra, egyik plébános atya mesélte, amikor mondta, hogy ő elment beteghez, és hát ágyban fekvő idős úriemberhez ment, nem bírt már felkelni évek óta, és megáldozotta, beszélgettek, és mondta neki, hogy na, Laci bácsi, mit tetszik gondolni, milyen a jó Isten? Azt mondta Laci bácsi, hát ő nem tudja, de már olyan szívesen látná. Mert, atyám, hát itt vagyok, de minek vagyok én már itt? Imádkozok a gyerekekért, fekszek itt, bejönnek, beszélgetünk, hallgatom a rádióba a misét. Ezt adta nekem az Isten, ezt fogom csinálni. És én hiszem, mondta a kis öreg úr, én hiszem, hogy majd a jó Isten nekem ezt megköszöni. Mondja meg, atyám, mi mástól félj? Ugye? Az idős ember bölcsessége. Aki már eleget élt, az rájött, hogy mitől kell igazán félni. Mert van itt a világban 100 dolog, amitől meg lehet ijedni, amitől hátra lehet lépni. Van 1000, meg millió. De igazán félni? Az Isten ítéletétől kell. Hogy ő hogy fog rám nézni, hogy ő hogy fog engem megítélni, hogy ő mosolyogni fog rám, vagy szigorú arcat tekint fel az életkönyvéből. Hogy ő, a mindenható Isten, amikor majd színe elé állok, ő mit fog rám mondani? Az egy dolog, hogy más mit mond köröttem, a szomszéd, vagy a felettesem, vagy mit mond rám az utcabeli. Lényegtelen. Az Isten szava számít. És a keresztény embernek ez ad erőt. Ez az, amire Izajás próféta mondja. Bátorság, ne féljetek. Testvérek, nincs mitől félni. Van mitől megijedni. Hogyne volna. De nincs mitől félni. Mert aki hisz az Istenben, az a legbátrabb, az a legnagyobban hisz. Gondoljunk bele, a szentek mind ezért lettek szentek. Mert nem maradt a földön már olyan dolog, amitől ő féljen. Nézzük meg az ókeresztények életét, akik életüket adták Krisztusért. Százával, ezrével mentek be a vadállatok elé meghalni. És tudták, hogy meg fognak halni. És énekelve mentek. Énekelve, kéz a kézben, imádkozva. Így készültek a halálra. Nem volt sikoltozás, nem volt visítozás, meg menekülés. Hittek Krisztusban. Nézzük meg Szent Ágnesnek az életét, aki egy nagyon szép fiatal lány volt. És a római jogok szerint, ha egy lányt a kivégző római katona feleségül kért, és a lány elfogadta, a katona feleségül vette, és a lány megmenekült a kivégzéstől. Ágnes nagyon szép volt.
Azt mondták neki a kivégzésnél, azt mondta az egyik hóhér, gyere hozzám feleségül, ne hajj meg Krisztusért. Ágnes azt mondta, neki Krisztus a férje. Nem fogok hozzád menni feleségül, én Krisztusé vagyok. Erre mondta egy másik katona neki, hogy akkor gyere hozzám feleségül. Én szebb vagyok, mint ő, meg gazdagabb. Ágnes mondta, hogy nem, én Krisztusé vagyok. Letérdelt a bakó mellé, odahajtotta a fejét, elhúzta szép barna haját. Csapj! És a hóhér levágta Ágnesnek a fejét, mert a kötelesség kötelesség, aztán odatérdelt ő maga is. És mondta a társának, hogy csapj! Mert ha ő megmert halni Krisztusért, akkor én is megmerek halni érte. Testvérek, ez a bátorság. Ez az igazi erő. Amikor az ember hiszi és vallja, hogy engem szeret az Isten, és minden, ami itt a földön köröttem van, fájdalom, gond, baj, ez mind múlik, ez mind törik, ez mind marad, darabokra szakad és a porba hull, de én megyek, mert én hiszem az Istent, én hiszem az ő szeretetét, én hiszem az ő jóságát, és ez nekem erőt ad, nekem ez bátorságot ad, és elsöpri a félelmemet. Ez a mi igazi erőnk. Amikor az ember hiszi és vallja, hogy látja az Isten, és amikor eljön az idő, csak ez a test hal meg, de én.